Kedves barátaink! A nap Fekete Ádám járt nálunk, akit sokatok meg a Tajgetos show ismer. De Ádám amúgy költő, író, dramaturg, rendező és színész. Beszélgetésünk során többek között olyan témákba mélyedtünk bele, mint a műsorkészítés, fogyatékosságaink és azok elfogadása, önreflexió, egyáltalán saját magunk elfogadása, művészetek, zene, és abba is, hogy vajon miért idegesít minket, ha szeret az anyák. Jó szórakozást és gondolkozást kívánunk a Mindenségét 25. adásához. Ként zene, meg művészetek nélkül, úgy humor nélkül sem nagyon lehet élni, vagyis lehet, csak nem nagyon van értelme. Ellenben olyan világot kezdünk élni, amikor már nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, amit lehet uh, viccessé formálni, uh, mind lehet nevetni. Olvasok egy könyvet, Brad Easton, egy amerikai uh, kedvenc íróm, a Fehér című könyvében azt ecseteli, hogy az elmúlt évtizedben Amerikában uh, ez a PC kultúra mennyire rányomta a bélyegét az egész társadalom kialakulására, és most már annyira az egyensúlyra törekszik mindenki, ezt látható, láthatjuk egyébként a hollywoodi most készülő produkciók esetében is, hogy az eddig zorrót játszó latinó férfit lecserélik afroamerikaira, Netflix, és a többi. És hát ebben egy, egy anyukának a történetét meséli el, aki panaszkodik, hogy elviszi a gyermekét az iskolába, és ott a testnevelés órán a gyerekek kötélhúzásba bocsájtkoznak. És a tanárbácsi az nem egészen fél perc elteltével a két egymással, egymásnak feszülő társaságot leállítja, és kihirdeti, hogy döntetlen született. Tehát ott tart Amerika, hogy annyira kiegyensúlyozottságra törekszik, hogy, hogy már egy ilyen egyszerű, kicsi játék esetében sem megengedhető a győzelem, a másik, föl, másikon való fölülkerekedés, és hogy nem, más, nem, mondjuk nem lehet ezeken a dolgokon ö, nevetni. És akkor, amikor én megtudtam azt, hogy ö, létezik egy úgynevezett Taigetos show, ö, és belenéztem a YouTube-on, hogy miről is van itt szó, hát akkor én nagyon megörültem. Mert hogy a fekete Ádám, aki ezt a sót csinálja, és most itt köszönhetünk körünkben. Hello, Ádám! Hello, hello! Csó! Voltaképpen nem másra vállalkozik ebben a műsorban, mint hogy önmagát ironizálja. Az önirónia az a humornak egy nagyon ö, becses formája az én ö, meglátásom szerint. És... Ez a show nem kizárólagosan attól kifejten jó, hogy az ember, aki, aki e, mozgássérült és a saját e, testi hiátusából farag viccet, hanem attól is, hogy érzékenyít és a társadalmat igyekszik nevelni, illetőleg ehhez a témához közelebb hozni. Én nagyon örülök, Ádám, hogy itt vagy. Viszont annak nem rülök, hogy azt láttam, hogy az elmúlt egy évben nem volt adásod. Miért nem, és hogy egyáltalán mi van ezzel a sóval? Kezdjük ezzel. Ö, sziasztok Ö, Hát lehet ennek a gyártása tulajdonképpen most tényleg már egy éven nem vettünk fel adást, mert úgy szétpergett a csapat, tehát hogy ez bár egy ilyen, úgy tűnik, hogy egy ilyen egy ember letesz egy kamerát, és akkor beszél bele, de azért ez sok embernek a munkája, hogy, hogy ezek a felvételek összeszerveződjenek, és ki, a, a, pénz is kiment a lóla, tulajdonképpen, tehát volt egy kezdő támogatási tőke, ami elfogyott, és mindenkinek közben kellett pénzt is keresnie máshonnan. Én is azt éreztem, hogy vannak olyan időszakok, amikor egyszerűen Annyi minden mást is csinálok, hogy nem, ne, nem jó érzés összerakni egy anyagot, vagy vagy azt érzem, hogy közben nagy feszültség van rajtam. És akkor igazából azt beszéltük a, a többiekkel, a végzőttal, aki tulajdonképpen a rendezője ennek a, ennek a sónak, vagy Agoto társa, hogy amilyen lazán kezdtük, olyan lazán akarjuk csinálni ha nem tudjuk azt a lazaságot fenntartani, hogy valami görcs vagy valami ö, akár egymásra szemben is valami túlzott ellárás alakul ki. Ahogy kialakult, akkor hagyjuk egy kicsit pihenni, és majd amikor kicsit most le is a tapasztalatokat, hogy mivel jár, mivel jár egy műsor az előkészítése, mivel jár az az igényesség, tulajdonképpen ami, a, ami az, hogy mindig ugyanoda bemegyünk, a, a, a kamerának a a beállításval, a beállítása, hogy ez mennyi mindennel jár, egy kicsit több mindennel jár szerintem, mint amennyire, amennyit gondoltunk az elején, hogy majd, majd, akkor egyszer majd visszatérünk rá, és, és kitalálunk egy olyan struktúrát, amiben ez könnyebben tud mozogni, és talán kevésbé terhel meg minket az, hogy amúgy mindenkinek rohangálnia kell, amúgy más helyről pénzt szerezni. Úgyhogy ez, ebben állapodtunk meg, most néha, amikor találkozunk, akkor erről beszélgetünk, hogy tök jó, lenne, tök jó lenne lassan valahogy visszakapaszkodni, tök jó lenne e egyszer átumálni, hogy tényleg mit szűrtünk le, hogy hogyan tovább, milyen témákkal lehetne tovább menni, mi az, ami engem érdekelt, vagy mibe éreztem kifejezetten jól magam, mibe éreztem kevésbé jól magam. Szóval ö, most talom, talomban van az a lehetőség, hogy majd, majd egyszer elővesszük. Ö, igen, ez úgy jó érzés, mert több ember mondta ezt, hogy na mi van, mi van, mi van, mi van. Uh -huh. Az nehéz volt, azt még hozzáteszem, hogy tényleg eleinte hetente volt, aztán két hetente, aztán három hetente, pont a gyártási nehézségek miatt, és a hetente az még egy érthető, érthető uh -huh. rendszeresség, úgy tűnik fogyasztási szempontból is a két hét az már kevésbé érthető, az mm -hmm. már oda csellengek. Ó, van úgy, jó, 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 A három hét az meg már teljes, teljesen elengedett. Ott már a tábor az teljesen tulajdonképpen tényleg, hogy ja, már azt hittem nincs, de akkor van is. Igen, azóta csináltam tizet. Igen, szóval, mert... hogy, igen, szóval ez is oda vezetett, hogy annyira kezdünk leállni, hogy akkor kicsit álljunk meg, és majd amikor újra egy rendszerességet tudunk biztosítani, akkor kezdjük újra. Igen, a téma alapján olyan, mint hogy ez egy kiapathatatlan táptalaja lenne a műsornak, hiszen ami vele történik a napi aktualitásokról, illetve az eseményekről, vagy különlegességekről, amik, amiket te szembesülsz, hát azokat tök humorosan is tök jó dolgoztatok fel, és gondolom, hogy azóta is történnek ilyesféle esetek veled. Igen, igen, igen. Meg, meg az is történt, szerintem a második felében a működésnek, hogy egyre inkább ez a személyes vonal lett, tehát egyre kevésbé konkrét témákra mentünk rá, hanem arra, hogy mi történt velem, mi volt, és tényleg mivel arra épül az egész tulajdonképpen, hogy nyitva van a szemem arra, hogy bármilyen velem megeső, de társadalmi, Ö, érdeklődésre számot tartó, akár ilyen mikrojelenségből tudjak csinálni valami frappásat, vagy ki tudjam fordítani. Ez a napjainknak a része az egész ebből jött, hogy a, én ilyen vagyok, tehát hogy ezzel, nem, ezzel nincs nagyon feladat, a feladat azzal van, hogy azért meg kell munkálni. Tehát hogy tényleg Lesza, nem, nem pusztán utomukra. az van, hogy elkezdek beszélni, és akkor így ö, fosom ki magamból a frappáns dolgokat, hanem azért fel, felvannak vannak azok a részek, fifikás van, tulajdonképpen hm. kis színházi gondolat építve, hmm. csattanóra, tehát hogy vannak Igen. benne. És hogy ez, ez, az, amire már úgy csak ilyen álmatlan éjszakák ö, elős közepén volt idő. Most mivel foglalkozom? Most, hát én ugye közben színházzal foglalkozom, most volt tegnap előtt, előtt, ö, előtt, tegnap előtt, meg tegnap előtt, előtt, ö, egy bemutató a Moby Dick című nagy amerikai regényből rendeztem a trafóban egy darabot, amiben rendeztem és meg játszom is benne. Úgyhogy annak a, annak a utórengéseit élem. Most, most van ez a premier utáni depressziónak a pár napja, amikor az ember úgy hirtelen úgy nem megy be próbára, ez mindig egy nagy hajrá, tehát hogy hát ez egy nagy együttélés, hogy most szedegettem rendbe azt, hogy akkor rámenni a következő dologra. Közben írogatok, tehát dolgozom egy könyvben, már egy ideje dolgozom, és akkor az ember az, ahhoz mindig vissza tud térni. De igen, színházad irodalom a Frieszeve Egyesületbe tanítok, azt is most fel fogom venni azt a fonalat, mert most az utóbbi hónapban a, a, darabban voltam elfoglalva. Úgyhogy van, alapvetően színházi irodalom, Ö, ilyesmi, van van dolog szerencsére, vagy ha nincs, akkor is találok magamnak. Gergő, a legjobbkor hívtuk meg, hogyha most így a díszbemutató, vagy a nagy bemutató után éppen uh, depressziós, Igen, tehát de egy pont, legjobb időszakban kaptuk Pont el. jókor, mert akkor hú, nem otthon kell ülni, és uh, sivatni a so, jó, de jó. Jön, jön a fénybe, ú, még ez megy, jó. Figyelj, én nekem minden amiatt, amit a Robi is elmondott, kurvára tetszett a tajget, a show, és mélységesen abban a távolban tartozok, hogy hol van, de tökre érdekelne egy technikailag is néhány dolog, hogyha nem baj. Például, hogy mert én is azt felfedezni véltem, noha én nem látok be profi szinten ebbe, hogy milyen mondjuk egy dramaturgiailag akár egy showba átültetni valamilyen színházi perspektívát, vagy És de azt éreztem, hogy, hogy tényleg tök nem arról van szó, csak fosod bele a, a, amúgy jobbnál jobb dolgokat a kamerába, hogy valószínűleg ez nem, nem így, hanem tényleg van mögötte gondolat, hogy hány ember hány embert mozgat meg az a projekt? De a kitaláláskor a Végzsolt, aki az ötletgazda, az Eger Gézzelvel együtt tulajdonképpen, talán ők nevezhetik ötletgazdának, és a Végzsolt aztán tulajdonképpen a gyártásban, meg a rendezésben mindig ott volt, volt a az operatőr, aki mindig ott volt, szabados luca, aki mindig ott volt, hogy a látványért felelje, hogy pontosan most milyen koktélok vannak mögém Aha. kiírva. Yeah. Tehát, hogy meg, meg amúgy, ha kell valamit, tehát, hogyha összehabozok mindent, akkor hogy habozzak össze mindent egészen pontosan. Igen, neked Ö... akkor ez egy egészen testhez álló közeg. Igen, igen, jó? igen, de egy csomó, csomójukkal már régebb volt ismerem egymást, tehát meg a múlt színházból. Aha. Ö a Kálmánc helyi Zoli, igazából Kálmánc helyi Zoli, a végzsor dolgozott nagyon sokat korábban. Talán ő felel, inkább a, gyár, a gyártásért tulajdonképpen. Ö, van a vágó, tehát a vágós rác, aki, aki azért ezeket meg kell vágni, mert a videókat. Ak akkor kevésbé, ha jól megy, akkor kevésbé kell megvágni, ha nem megy jól, akkor inkább meg kell vágni. Ö, most gondolkodom, az ötleteléseknél az NG is az szokott lenni, a Stefan Vicson akinek a Angelika ha patron csatornája van, de ez ugyanaz a csapat. Tehát, hogy még régebben ő is tulajdonképpen, amikor kitaláltuk, a, ezeket az alteregókat, vagy hogy tulajdonképpen, hogy mi az a, két dolog úgy egymás mellett indult el, akkor szerintem egymáséhoz is hozzászóltunk. Most, most biztos, biztos vannak itt kihagyok, de azért 6-7 ember, szóval 6-7 ember aktívan Hmm. aktívan dolgozik azon, hogy ez létrejöjjön megint. Én meg azt gondoltam, hogy te vagy az ötletgazda. Ez úgy történt, hogy a, a Zsolt megkeresett, Zsolt meg a Géza megkeresett engem, hogy látják ezt az influencer dolgot, és hogy nagyon sok lehetőséget látnak benne, viszont az a baj az influencerekkel, hogy általában nem, nem jó fejek. <gül> <gül> Ö, és hogy milyen jó lenne, hogy szerintük én jó fej vagyok, és akkor így <laughs> tényleg van egy ilyen <laughs> Ö, tendencia, furcsa <laughs> És akkor mi lenne, ha ezt, meg, meg hogy sokkal felépítettebben, tehát amit mi tudunk a színházból adódóan, ö, azt beleraknánk, meg nyilván ahogy az én beszélőkémet ismerve, meg az engine nek a beszélőkéjét ismerve, is ismerve, ö, hogy ebbe így belefognánk. És onnantól az volt, hogy nyilván megtaláltuk azt, hogy én miben vagyok jó, tehát nyilván, hogy én magamat egy, egy nagyon kicsit távol magamtól, de mégis azért magamat alakítom ebben a showban. De van valami egyszerre alanyi, és mégis van benne egyszerre egy kicsit távolság. Hi. Tehát, hogy én mindig Ádám vagyok ebben a műsorban, és nem fekete Ádám, ö, dramaturg szakom végzett. Nem tudom, igen, hanem egy Ádám nevű figura, aki ott tudok, a kosmában lent. De ha a saját élményeimben indulunk ki, de hogy nyilván ez a társadalmi érzékenyítő dolog, ami szerintük alapból megtörténik, amikor én valahogy beszélek magamról, vagy ahogy én a világot látom, az, az legyen benne, és tulajdonképpen el, főleg eleinte volt az, hogy a témákat, amiket fel akarunk dolgozni, azt egy, együtt beszéljük át, és aztán egyre inkább az volt, hogy most vagyunk fel négyet, és tehát talált ki, hogy miről szeretnél beszélni. Tehát egy, egy, egy idő után ami nagyon jó is volt, nagyon szabad kezet kaptam benne. És akkor mentem, be volt építve, mindig, mindig úgy én úgy dolgozom, hogy megírom, de aztán nem azt mondom, ami meg van írva. Tehát, hogy, hogy struktúrában tudjam, hol vagyok, meg tudjam, hogy mit akarok, de aztán egy csomó attól jó, hogy végül az improvizatív képességeim, pont egy csomó szó rossz volt, amikor azt a fordulatot akartam használni, amit kitaláltam. Hmm. Sokszor az volt pont jó, hogy úgy csak itt domálok. És abban már ott a végzsolt nagyon sokat segít, hogy jó, ha így van, akkor viszont csináljuk ezt meg ezt, és akkor ott már egy, ott már egy együttműködés volt abban, hogy ő hogy lát engem, hogy látja a dolgot, és ő mindig nagyon jó dolgokat adott ahhoz hozzá, hogy én olyan szabad tudjak lenni, amilyen szabad lennék amúgy. Szóval hozzá kellett szokni tényleg a kamera, az egy, az egy hideg, hideg, szem. Yeah. Szóval rá, hozzá kell szokni, hogy nem, te nincs hozzá kedved, jó kedved van, nyugis vagy, ö, szabad vagy, ö, jó lesz, minden, jól, jól megy. De, egy, jó is lett, meg jó is. Jó, 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 de hozzá bele kellett rázódni, amúgy főleg abban, hogy most én mennyire vagyok én, vagy mennyire Aha. csinálok egy, egy karaktert, nem is karaktert, mert nem, nem úgy, mint az Angelika Hapatronál, egy karaktert, inkább egy, egy, vetületét az életemnek, vagy egy tényleg egy, vagy egy súlytalanságot, ami, ami szerintem súlyos dolgoknak a befogadását segíti. Tehát, hogy én nem, nem tragédia hősként vagyok a négyes hatoson, hanem egy hanem egy figyelmes szemként, aki tulajdonképpen tényleg röhögni tud azon, hogy most azon megy a, azon megy a meccs, hogy kikinek adja át a helyet. Hát azon, azon, a, szerintem az, szerintem az egyik legjobb az, 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 az És ez tényleg nagyon saját volt, tehát azt emlékszem, hogy ezt le is írtam még annó magamnak, akkor az, ak, még akkor, amikor még nem is volt a show. Uh -huh. És akkor mondtam, hogy ezt mindenképpen felagolom, mert ez egy annyira, annyira és tényleg a szemünk előtt volt, tehát annyira egyszerű és annyira szépen megmutatta, hogy emberekben mennyi feszültség van azzal, hogy kinek több az értéke, és ki, ki érdemli meg jobban a széket, és hogy hogyan, hogyan a, tényleg a, a pokolban vezető út is jó szándéka van kikövezve, tehát hogy hogyan tudja a legnagyobb jó szándékkal megsérteni az egyik ember a másikat, amikor át akar jönni a helyet, de aztán látja, hogy jön, ja, nem, akkor mégse szól. Annyira érdekes, hogy pont ez az idézet jutott eszembe, amikor láttam a, az adást. Igen. Igen, ez ja, jó szándék, igen. Igen, igen, igen. És a, a sónak a becsapódási pontját is szoknod kellett, mert az oké, okay, hogy ugye nyilván e, kamera az más, mint amikor közönségnek játszol. De gondolom, azt is arra is gondoltál, hogy, hogy a platform meg az elérés is tök más és uh, számtanilag is más meg az hogy hogyha te egy ilyen uh, attribútum csomagot mutatsz magadról akkor valószínűleg sokkal több ember fog uh, úgy téged így a fejében eltárolni hogy akkor te vagy az a karakter aki a target show van yeah. mint amikor mondjuk a színházba látnak akkor azért nem teljesen ugyanez van hogy, hogy nem ez nem Mi milyen érzés volt nem tartottál. Te tartottam azt hiszem egy kicsit, szerintem soha nem mertem igazán belegondolni, és továbbra se nagyon gondolok bele. Igazából utólag láttam tényleg, akik a tökötősóban felismernek, vagy hogy nagyon szeretik a sót, meg nem tudom. Az, az jó esik, de hogy nekem, nekem azért az fontos volt, hogy én nem úgy egy ember vagyok, akinek ez egy ilyen része, vagy egy ilyen munkája, amit tök szívesen csinál, és amúgy csinál egy csomó minden mást is, uh -huh. de igen volt, tehát egyébként a számok azok tényleg elég, elég megdöbbentőek olyan szempontból, hogy úristen megnézték egy nem tudom pár, pár nap alatt mondjuk 14 ezeren, és akkor az van, hogy ez, ez egyszerre pozitív és negatív, hogy É, é, életem az összes elő, előadásomat, ha összeadjuk az összes nézőt, aki megnézte nem lesz szerintem 14 ezer. Tóval, hogy ez ez a, tényleg a két platformnak az ilyen mérvű ö, má, má, más, ö, tehát hogy, hogy az egyiket sokkal többen látják, mint a másik, meg sokkal többekhez eljut, az megdöbbentett, vagy ö, elgondolkodásra késztetett. Tulajdonképpen szerintem a végzsoltnak is ez ez volt a fejében, hogy ha ilyen gyorsan, el, tehát ennyi emberhez el lehet jutni, juttatni jó gondolatokat, akkor miért nem használjuk ezt? vagy uh -huh. miért? Hogy igen, miért? Szerintem ez is volt, hogy ma, maga az influencer mint ö, pozíció, abban, abban van tehát szerintem mindannyian csak úgy tudtuk megközelíteni ezt a pozíciót, habár szerintem a fontosságával nagyon megyünk, hogy tényleg, ha van valakinek valami mondandója, amit tényleg tud emberekre hatni, akkor az történjen meg. De influencernek lenni, abban azért nekem van egy ilyen, ne, ne, ha, ne, 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 ne legyek meg, az megmondó emberkedés, általában a megmondó emberek, be mindig van valami gyanús, vagy valami ízé, tehát csak a paródián, vagy az önirónián, vagy a, az influencerséggel való ironizáláson keresztül tudtam én is jutni, hogy tulajdonképpen el tudom mondani azt, ami fontos, de én továbbra se érzem magam egy influencernek, szóval, hogy ez egy tulajdonképpen egy használata ennek az amúgy tök áldásos pozíciónak, mert tényleg nagyon sok embernek érzem a kommentekből is, amikor olvasom, meg a utcán is, amikor beszélünk, meg a, most is, amiket mondtál az alapján, hogy valójában tud szemléletet formálni, vagy, vagy bővíteni egyfajta, egyfajta szókincset arról, amir, amiről nem tudunk amúgy beszélni. Nyilván viszont az, hogy mondjuk egy iPhone kicsomagolással kezdtük, az rögtön egy olyan perspektívába helyezi, nem tudom, milyen, hogy, hogy mégiscsak egy olyan azt a műfajt fogjuk most meglovagolni, nem tudjuk mennyi időn keresztül, amiben egy csomó ember ilyen nagyon száz százaléka brutálisan beleáll, és mi akkor megmutatjuk, hogy amúgy milyen, mi, milyen az, amikor valaki úgy mond ki valamit, hogy végül nem tudja kibontani. De nyilván valahogy nekem azt hiszem, ahogy a végzsoltal megismertük egymást, a tápszínházon keresztül ismertük meg egymást, mindig volt az, hogy mindig a lerántani a leplet valaminek a ha valami túl jól működik, vagy valami túl csilli vagy nem tudom, túl szép, akkor mindig annak kifordítani tényleg tulajdonképpen. És nem gunnya, hanem szeretettel. Szerintem ez is nagyon fontos volt benne, ami szintén a végzsoltból, meg a többiekből is ömlik, hogy nem tényleg, meg azt hiszem azért választottak engem is, mert nem a gúnyon felülemelkedve csak megmutatjuk, hogy amúgy amúgy um, lehet, hogy ez így is van, de ez így is van. Szóval, hogy vessétek össze a kettőt. Én véltem észrevenni ezt a, a, a ri, nem tudom, ami rímelős hangulatát, az ilyen influencerek, és amit te mondtál az elején, hogy, hogy velük sokszor az a baj, hogy olyan tendenciát mutatnak, hogy pöcsfejek. Szerintem ez az egyik oka, amiért bennem legalábbis a, a pöcsfejségérzését keltik, hogy, ha. hogy ők igazából élvezik azt a szituációt, hogy ők megmondó emberek. És szerintem ez ez körülbelül olyan, mintha az lenne a motivációt, hogy politikus légy, hogy pénzt keres. Igen. Hogy magát a funkciót ö, ö, hitelteleníti el, és, és a, a szándékvektor torzítja el egy olyan irányba, aminek nem arra kéne, hogy menjen. És az amit te mondtál, hogy hogy tényleg magát a, a, a funkcióját megragadni, és, és ezt ráadásul szeretettel csinálni, és nem agresszióból, hát ö, szerintem ez, hogyha egy egészséges világot élnénk, akkor ilyen lenne egy influencer. Yeah, yeah. Nem? Szerintem ilyen önkép szempontból tulajdonképpen nekem segített ez, hogy nem lehetett fosni a tartalmat, hanem hogy volt egy gyártási ízé. Nem is a kommenteket is ritkán olvastam, az ilyen számokat is mindig jól esett, ha számokat találkozom, meg a kommentek is mindig jól estek, de hogy mindig azért tartottam azt, hogy jó, ez egy dolog, akkor ez kész van, akkor menjünk tovább egy másikra. Hát tulajdonképpen az, hogy az én arcom az nem növekszik meg, amire amúgy, le, amúgy lenne szerintem bennem hajlandóság, hogy megnövekedjen az arcom, vagy én rá tud, el tudom képzelni valamilyen fajta módon, hogy ráülök egy olyan hullámra, mert ott tényleg nagyon jól esik, szóval, hogy hogy amikor az embert ennyien követik, az is olyan sokan hogy hogyha gyűlölik az ember, sokan, hogy szeretik, minden a figyelni jól esik az embernek, és a YouTube az csinál egy ilyen fajta, ez egy ilyen látszat figyelmet, hogy most tulajdonképpen 700 ezer ember folyamatosan engem néz, ami egyáltalán nem igaz. Most egy nagyobb influencert mondtam, nem, én nem tudom mennyi most, a, szerintem olyan 60-70 ezer a, feliratkozó Igen. talán. De ahhoz, hogy valaki jusson, ahhoz nagyon összhangban kell lennie magával. Hmm. El kell itt jutnod, gondolom én, az életed során egy olyan szintre, hogy elfogad magad olyannak, amilyen vagy. Igen, ez biztos igaz. Meg csak ezzel egészíteném ki talán. Érdekes, hogy folyamatosan változik az elfogadás a, nem is a mértéke, hanem, hogy éppen hogy fogadod el magad, meg ami van veled, de azt is, meg azt elfogadni, aminek igazából az nagyon jó, jó esett, hogy egyrészt abban, hogy te a saját önképedből, vagy a saját deficitedből, vagy hiátusodból, amit mondtam, ami szerintem nagyon jó szó, tudsz, euh, tudsz előncsinálni, vagy tudsz, euh, tudod egy közösség számára pozitív dologgá formálni, az nekem, nekem nagyon fontos. Euh, gyakorlatom, hogy ő egyensúlyban tartsam az önképemet. Tehát hogy tulajdonképpen, hogy én, hogy én ezzel tudok magamat is meg tudom segíteni, meg a másikat is, az, az, az folyamatosan. Nekem tulajdonképpen néha az a nehezebb, hogy most tényleg bevállalni valami olyasmit, ami nem lesz vicces, nem lesz jó fej, nem fog tetszeni az embereknek, de igaz. Ez nem a, ez nem a mondom, mm -hmm. hanem általában. Csak az, hogy az ember, ha az ember folyamatosan ő. szórakoztatja a köz, közegét, akkor az is tud egy, tud egy olyan balanszot teremteni, egy hamis balanszot teremteni, hogy neki mindig tulajdonképpen mindig az a törle ezt a közegének, a saját maga által okozott nehézséggel, hogy mondjuk, hogy egy mozgássérült, vagy vagy szerinte nem jó ránézni, vagy megnehezíti a, a közösség dolgát azzal, hogy ki kell tölteni neki a vizet, stb. 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 Ezek ilyen minimális dolgoknak tűnnek, de most ezek nagyon nagy tudnak ö, nőni. Tehát, hogy, hogy szerintem bennem egy olyan egyensúly, hogy ö, hogy nekem mindig a közösségnek adnom kell valamit, legalább humort, vagy nevetést, vagy vagy val valamit, az, az egy balansz, és mostanában inkább azt azt is nem is gyakorolni próbálom hanem nézem magamat hogy de mi van ha csak egy ilyen ülő fekete vagyok szóval hogy ha most éppen nem segítek nem nem ö, most ilyen hülyeségeket mondok hogy akkor, akkor is tudom-e magamat értékesnek érezni vagy nem érzem -e magamat mínuszban hogy itt vagyok ugyanazokkal a nehézségekkel mint amikkel születtem meg amiket támasztok mondjuk ez is egy kényszerképzet egy kicsit, mert szerintem nem támasztok akkora nehézségeket, mint amikor a uh -huh. De hogy, de hogy mi, van, ha, mi van, ha nem pótlom ki azt, a, amit úgy gondolom, hogy mondjuk szórakoztatás a humorral. Szerintem egy csomó szórakoztató, egy csomó stand egy csomó ember, aki, aki szórakoztatásban utazik, még sokkal talán, hogy mondjam, konkrétabban, mint én, vagy, vagy üzemszerűbben, egy csomóan pontosan ebből a, ebből a hátrányból, vagy kisebbségi érezésből dolgoznak, hogy nekik, nekik ebből a kisebbségből kell csinálni valami közösségileg, közösségileg felszabadított, és így jön neki nullára. Uh -huh. És ezt is gyakorolni kell, most én jó távol mentem az eredeti megalapítástól, csomó szempontból egyrészt szerintem amúgy jól vagyok magammal, tehát hogy tényleg sokat foglalkoztam ezzel, meg jól vagyok azzal is, amikor nem vagyok jól magammal. Tehát, hogy azt is elfogadom, ha most éppen valahogy rossz vagy, ha most nem vagyok összhangban. De hogy ezt is gyakorolni kell, hogy attól, hogy az ember iróniát tud gyakorolni, attól még lehet, hogy az pont, el, pont elfed valami olyan dolgot, ami amúgy az életében jelen van. Ezzel is foglalkoztam, erre is úgy rá, rájövök mostanában. Ö, ja, de, de az biztos, hogy nekem, nekem az anirónia az mindig egy nagyon-nagyon fontos kulcs volt. Mindig? Az, hogy... Igen, egészen kiskoromtól. Akartam kérdezni, hogy beszélhetünk egy kicsit a gyerekkorodról, hogy mennyire uh, voltál kisgyerekként uh, abban, hogy nem szereted magad? Eszembe jut egy fontos élmény, ami, mert szerintem én alapvetően tök hosszan én, én egyáltalán nem éreztem magamat rosszul, amiatt, hogy mozgássérőt vagyok. Nem éreztem magamat kitaszítva, a szüleim mindig támogattak, mindig, mindig ő, ilyen olyan iskolában is jártam, ahol mozgásiratok és nem mozgás, de főleg nem mozgásiratok közé jártam. Ö, szóval, hogy, hogy, nem, ott volt egy ilyen nagyon erős döntés, hogy ne. egy gyermek vagy? Ö, nem, van egy nővérem. a nővérem, a Bica, Ö, és három év van közöttünk. De az egy fontos döntés volt, hogy a nagymamám nagyon akarta, hogy Ö, olyan iskolába menjek, ahol csak mozgássérültek vannak, vagy valami fajta mozgás korlátozottsággal, akár hallás, látáskorlátozottsággal korlátozottsággal élő emberek is, a szüleim meg ez ellen, és a nagymamám nagyon féltett engem, hogy hogyha bemegyek egy olyan közegbe, ami, ahol futkároznak az emberek, és fociznak, és minden jól megy, Miközben nekem gírbegurba a lábam, és nem tudok focizni, akkor én biztos szomorú leszek. Meg meg biztos, hogy csomó kudarc, meg csalódás fog érni azzal kapcsolatban, amilyen vagyok, és hogy sokkal jobb lenne ezt egy védett környezetben, ahol mindenki hasonló, hasonló hiátusokkal küzd. És valahogy az a, a szüleim úgy gondolták, hogy nem, hanem sokkal inkább fel fog engem húzni, és így is történt. Az, hogy tehát az, hogy én is olyan akarok lenni, mint ők, vagy valamilyen fajta módon mindenképpen meg kell találnom a helyemet a, az egészséges közegben, hogy az sokkal inkább progresszív lesz, vagy sokkal inkább az én, az én előmenetelemet fogja szolgálni, mindenhogy, tehát akár fizikailag, akár pszichésen, mintha, mintha azt szokom meg, hogy, hogy mindenki, mindenkinek hasonló mértékben nehéz. Egyébként az is érdekes, mert ott is szerintem egy ilyen közegben is, ahol mondjuk csak mozgáskorlátozottak vannak, ott is nagyon-nagyon sok a különbség. Hát az is, én mindig félek amúgy, hogy a, a, különböző hiátusokkal élő emberek, akiknek minden, minden, fajta hiátus, mint testi hiátus, és teljesen más lenyomatot ők készít az emberekben, be vannak rakva egy intézményben, hogy akkor ti ugyanolyan nok vagytok, vagy, vagy. Ebbe, ebbe nekem mindig van egy ilyen. De hát nem. Tehát ők, úgy, ők ugyanannyira mások, mint én, meg te, meg te. Uh -huh. Csak ők be vannak. Oda. Ez egy másik téma, de ez szerintem egy nagyon fontos dolog volt, hogy, hogy én olyan ilyen iskolában ilyen Ez szerintem nagyon jó döntés, viszont uh, a gyerekek nagyon szemétládát tudnak lenni. Érte bármiféle ilyen uh, nagyon érdekes. Rossz benyomás. Mert, nem igazán, ami nem ezt képzelni az ember. nem nagyon szekáltak engem ezzel, valahogy nem nagyon lehetett engem ezzel szekálni. Emlékszem egy Gerzson nevű emberre, aki egy gyerek volt akkor, mint ahogy én is egy gyerek voltam akkor, aki megpróbálta, de valahogy nem sikerült. Vagy hogy, 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 hogy azt meg is döbbentem, hogy mondott valamit a mozgásomra, vagy valamit. Nem, nem tudom, amit mondott. De valahogy úgy, úgy nem, nem jött neki össze, és olyan furcsa, mert nem látok a többiek valahogy mögé, vagy nem nem egy olyan közösségi hang volt, ami hogy végre valaki kimeri mondani, hogy amúgy olyan nyomi, vagy nem tudom, hanem úgy, hogy valamit szerintem ilyen harmadikos, negyedikesek általánosban, tehát ilyen 10-12 mm -hmm. évesek, és hogy valahogy erre emlékszem, de azért, de azért emlékszem a nevére. Egy, azért az, az meg megmar. Valami megmaradta. Bármilyen súlytalan ez az egész, meg nem sikerült. hogy pontosan tudom, milyen neve. Szerintem még a vezeték neve is előkerülne a tudatom hogy nagyon megpróbálom. Szóval, szóval, azért valami bement biztos, de valahogy arra emlékszem, hogy nem törtem tőle össze, és hogy nem volt ez egy nagy közösségi hang. Ö, szóval, szóval viszonylag hamar engem de valószínűleg ez, ezért, mert erre nagy képességem volt, hogy én a saját, tehát tényleg ez a furcsa a sziránói gondolat, ez a magamat kigúnyolom, ha kell dolog. Szóval, hogy én elébe mentem ezeknek valószínűleg, és nem raktam az emberekre talán olyan fajta feszültséget, hogy engem most nagyon meg kell becsülni, meg nagyon vigyázni kell, meg nagyon félni kell, hogy mit lehet mondani, nem viszonylag hamar lett, és ha lehet bármit mondani, akkor nehéz túllépni azon, amit nem szabad mondani, és emiatt nehezebben vagy megbántható, vagy bántható. Szerintem most kb. leírtad a diszkriminációnak a mechanizmusát, mint olyan. Vagy nem tudom, nekem sokszor ez, ez az érzésem, hogy nyilván most vannak olyan szituációk, amikor kell bizonyos szempontok szerint különbséget tenni emberek és emberek között, mert egyszerűen muszáj, mert nincs más út van, amikor ez, ez a életeket ment, de, de szerintem a legtöbb olyan dolgban, ami miatt gáz van a világon ma, meg egy jó ideje, a diszkrimináció olyan mechanizmusban működik, hogy, hogy a, hát úgy mondjam, hogy ha pozitív irányba elmozdul ez a mérleg, annak a, a negatívja kikerülhetetlenül nő. Szóval, hogy valahogy nem lehet egyszerűen a, vég, a számla nélkül nem lehet mozgatni itt a dolgokat, és uh, nekem ez, tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy a védett helyzeteknek a kialakítása, tehát mondjuk uh, a, hasonlóan, mint amit nagymamád javasolt volna, én azt gondolom, hogy ez aktuálisan és, és hosszú távon is ártalmas dolog, szerintem. Nekem a... az jutott eszembe, hogy az előbb azt mondtam, hogy a gyerekek mennyire mocsok módon tudnak viselkedni, de az is igaz, hogy láttam nemrégiben egy olyan videót, amiben egy szülő a gyermekével ül egy, egy, egy televízió előtt, és a gyerekeknek, ma a szüleikkel mindig levetítenek egy képet, egy ugyancsak anyukát, apukát, és a gyerekek a televízióban különféle ilyen hülye fejeket vágnak, és akkor a szülőknek, meg a gyereknek utánozniuk kell. Mindenki szakad a röhögést, ők és a többi, és a többi, és mutatják sorban a, a, a tévé előtt ülőket, és egyszer csak váratlanul egy olyan kép jelenik meg, ahol egy dankoros kislány látható a televízióban, ha. és a, a kislány is próbál vicceskedni, de hát ugye az egészen groteszk képet ha. fest, a felnőtt, a szülő, aki nézi ezt, zavarban lesz azon nyomban, hogy hogyan viszonyuljon a szituációhoz, kigunyolhatok-e egy dankóros kislányt, és miközben ott ül mellette a gyermeke, a gyerek az zokszó nélkül csinálja, és ugyanúgy, tehát neki ez egy természetes Igen. dolog. Igen. Az is természetes reakció, hogyha mész az utcán, és a másik oldalról egy kisgyerek mutat. Volt-e ilyen? Volt, volt, persze. És ezekre hogyan dolgozott fel, vagy dolgoztatott hát Mindig. Fel? Hát érdekes, mert, mert... Szerintem bennem mindig volt, én mostában kezdtem érezni, hogy már tudok, ö, nem, ki, nem kisgyerekekre, kisgyerekekre nem tudok dühös lenni igazából. De, Na végre valami ideje valami volt, lenni. kezdesz felnőni, De figyelj! Szóval de, azt, nem, azt nem érzem, de, de mondjuk egy kisgyereknél azt ráadásul általában az van, hogy iszonyatosan csodák, tehát hogy a figyelme megtiszt szerezőtik, meg mert az, hogy mi nem láttam még ilyet. Mi ez? Mi történik? A bácsi miért jár így kérdezi a szülőjét, aki elmegy, és akkor az vagy elmondja, vagy azt mondja, hogy ezt most nem beszéljük meg, vagy, vagy nem bácsi, vagy nem bármi. Én mondom, hogy nem bácsi. De hogy, de hogy az általában én ezt úgy kezelem, hogy persze, csodálkozzon rád, tényleg más, mint amit általában lát, az megérdemli azt a dolgot, hogy csodálkozzon. Van, szokott lenni amúgy egy izé, dűreakcióm szerintem. Én ez, a, igazából nekem ez a tulajdonképpen traumám, azt hiszem, hogy a saját dűreakcióimat túl hamar megtanultam ö, félretenni. És akkor ezekből marad egy csomó, csomó kis, mert ezek nem, tehát az, hogy most egy valaki fordul vagy meg kuncog a barátjával, az nem érdemel annyit, hogy most dühös legyek. De valami kis reakció van azért. Ö, de mikor szoktál dühös lenni? Vagy mire vagy dühös? Általában. Hát amikor mondod, hogy van, vagy olyan szituáció, amikor Dühreakció. ilyen, ez, ilyen dühreakciónak kellene előjönni, és mégsem elnyomod magadban. Tegnap, tegnap, tegnap dühös voltam, mert a, a, DJ-ztem, úgy szóltak hozzám a végén, amikor, hogy most már 5 perccel túlnyúltam, és most már le kell húzni a zenét, úgy szólt hozzám a csaj, aki szintén amúgy ő, nehéz helyzetben volt, mert megijedt, hogy kihívják a rendőröket a szomszédok, úgy szólt hozzám, hogy annyira méltatlan volt a helyzettel minden eszembe, de ott is tűrtőztettem magam, lehúztam, izé, ő, égett a fejem, és akkor végül megkerestem ezt a csajt, és mondtam neki, hogy szerintem nem, nem így kéne egy bulinak a véget vetni, vagy egy ember, aki fellép ezen a helyen, hogy ez valahogy úgy nem vet jó fényt a helyre se. Én csinálok egy tök jó bulit, benne vagyok abban, amit csinálok, és hirtelen egy ilyen házmester hangulatban ő lekeverik. Tehát jó, hogy nem húzta ki. A... Én például dühös, tehát hogy erről például elég dühös lettem, a, mér, a helyzet méltatlansága miatt. Tehát ugye ez egy annyira méltatlan, meg nyilván sokkolódtam is, mert én abban voltam, hogy én a, a nev, világ legjobb bítjét rakom éppen be, és húzom fel a, húzom fel a dropiga, nem tudom mi. És ebbe jött egy ilyen teljesen másik dolog. Erre dühös lettem, és amúgy ezt el lehet mondani, hogy tulajdonképpen a mindenfajta méltatlanság, ami, ami, ez, ez jobban megüti nálam a méltatlanság mérciét, mint az, ha valaki összemosolyog, vagy, vagy nem, nem nagyon inzultálnak engem szembe. Úgy kezdtem, hogy, hogy hát nagyon megy ez a pisziskedés, de talán itt Magyarországon örömmel figyelhető az meg, hogy az elmúlt évtizedekben ö, nagyban változott az elfogadás. Így kollektíve. Tehát addig, ameddig az én gyerekkoromban egy színesbőrű embert így árgus szemekkel figyeltek meg az emberek, Minden. és a, a, az olyan típusú embereket, mint te, zokszó nélkül bunkó módon bámultak meg emberek, szerintem ma már sokkal inkább ugyanúgy elfogadóak, mint ahogyha két azonos nemű ember kézen fogva megy az utcán. És szerintem ebben a szem, ebből a szempontból ez egy hatalmas előrelépés a társadalmunknak igen, még, még ezzel együtt szerintem egy csomó, tehát ez a PC-nek, amit mondtál, amit tulajdonképpen szerintem nagyon, nagyon sok ártalmas, ártalmas vetülete van a politikai korrektségnek, az az, hogy mondanám, de nem mondom, mert már nem lehet mondani dolog, tehát már elfogadom, mert el kell fogadni, már, már nem nézem meg hosszan, mert nem nézhetem meg hosszan, mert ha valaki megnéz engem, ahogy megnézem hosszan, akkor én nem vagyok PC. Szóval, hogy egy csomó dolog meg szerintem feldolgozatlanul egy mélyebb tudati szintre süllyed, ami igazából az van, hogy de azért tulajdonképpen azért nem, már má nem nézem meg, de tulajdonképpen van azzal, azzal a dologgal bajom. Azzal is van bajom. Meg, meg egy csomó emberben, ha most öztársadalmilag nézem, szerintem egy csomó, csomó feszültséget szül, hogy miért nem nézhetem meg? Miért nem mondhatom ki? Miért nem? Üzé. és ez mindegy, ez a, szerintem ez a, alapvetően a retorikája is majd mondjuk a kormánynak, hogy de igenis kimondhatod, de igenis izé, tehát de, de igenis izé, állj ellen annak, hogy te nem mondhatsz ki bármit, és ez meg egy demagógia, mert nem, erről van szó. Amúgy ezt a dolgatós show után talán hogy most így azért nézeget, mert látta egy videómat, vagy azért nézeget, mert hülyén járok, vagy azért nézeget, mert fikás az orrom, vagy azért nézeget, mert nagyon tetszem neki. Szóval, hogy ez most melyik? Ez most melyik nézés? Mert a nézés az általában ez. Szóval, hogy, hogy egy nézés, ezek, ezeknek az árnyalatét elkülöníteni, és még azt akartam csak még visszacsatolni, hogy szerintem is. Én a saját életemben mindenképpen azt láttam, hogy az, hogy ö, ö, olyan iskolába küldtek a szüleim, ahol ö, ahol nem mozgássérültek el együtt, hanem egészséges ö, emberekkel együtt, ez is már egy fok, nem mozgássérült emberekkel együtt ö, tanultam, meg éltem, az, az nekem jó volt, de azt hiszem bennem volt valahogy, és én nem tudom ez hogy alakul ki, ez az exhibicionista hajlam, ami, ami eltogadhatatlan van, hogy nekem én, én tudtam belőle valamit csinálni. A szüleid én mivel terem. foglalkoznak? Édesapám informatikával foglalkozik, informatikai tanácsadással foglalkozott. Ö, a, anyukám pedig, pedig engem, ő, ő volt velem otthon. Tehát ugye, ő igazából háztartásbeli. Háztartás mm hát -hmm. Tanít, most matematikát tanít ö, ö, magá, magámban. Ö, tehát még mindkettőjük elég reál beállítottságúak, irodalom mérnök, mérnökökként végeztek mindketten, ö, de én irodalom felé fordultam, mert mindketten nagyon irodalmi emberek voltak, tehát hogy az irodalmi érdeklődése apámnak és meg anyámnak is nagyon nagy volt, és ö, és igazából az viszonylag hamar kiderült kiskoromban, hogy én szövegekkel, szavakkal, tehát hogy én ezt szeretem csinálni, és ebben támogattak, hogy akkor csináljam ezt. De, de igen, ő, ők maguk mindketten tulajdonképpen reál. Színművészetit végeztél. És vészetet végeztem dramatok szakon. És a szüleid mit szóltak ahhoz? Mondod, hogy elfogadóak voltak, de hogy azt mondták, hogy na jó, fiam, neked ez az utad, akkor... Tulajdonképpen igen, emlékszem egy családi beszélgetésre, de biztos, hogy jó vagy matekból szóval. De <coughs> mégis csak szóval, hogy biztos, nem biztos. De, 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 emlékszem apám kérdezte, hogy biztos biztos, mert egyszerűen szerintem ö, financiális továbbélési dolgok voltak a fejem, fejében, hogy azért nem biztos, hogy a színpadi, színészi, művészi szakma a legjövedelmezőbb, de, de, de aztán ez az volt, jó. Nem, igazából szerintem mindketten örülnek annak, amit most csinálok, mm -hmm. meg az viszonylag hamar kiderült, hogy, hogy ebben a közegben jól vagyok, szóval Igen. jól érzem magam. De emlékszem, volt, volt, volt egy, egy, ilyen beszélgetés, hogy na jó, most már mindjárt be kell adni az érettség, hogy hova tovább. Biztos nem akarsz el, nem tudom, valami ki pályát, akkor mondtam, hogy nem nagyon, nem. De szerettem a matekot, meg szerettem a fizikát is, szóval hogy nem az volt, hogy az semmi, csak éreztem, hogy hát engem azt ez boldogára ha színpadon állok, meg ha szövegekkel bíj De figyelj, de most már ebben sikeres vagy. Biztos nem akarsz valami mérnök lenni? Igen, mostanában, most lehet, most kéne váltani néha van. De ez ilyen, ez ilyen hülyeség, de néha az ember gondol nem is mérnöki pályára, de én egyébként olyan olyan dolgon gondolkodom mostanában, hogy valamilyen ilyen iparosabb dolgot, elég iparos dolg az írás is, de hogy bemenni valamit csinálni, folyamatosan Excel táblázatokat kitölteni. Ne, hát nem én nem gondolom, én, hogy ez hozzád megul, való. De egyébként nekem van egy adag ő, ilyen ilyen rendszerező agyam, vagy rendszerezhetnék, én nagyon-nagyon jól szeretek formázni dolgokat, szeretek Táblázatokkal foglalkozni, de ez tehát ez igazából csak a financiális ö, nyomás, hogy ö, most tulajdonképpen könyvek írása, meg színpadi művek létrehozásából. Én ki fogom el tudni fizetni a lakbírámat, mert emelékeztem el valami ilyenen valami gondolkodni. Ez nehéz mert igazából, de ez is én vagyok, hogy az írói vagy irodalmi, még a színpadi világban is van valami, de nekem, hogy azt érzem, hogy én tulajdonképpen egy ilyen luxus, luxus életet élek, olyan szempontból, hogy én apámat láttam minden reggel egy nagy bőröndel bemenni, egy olyan oktatás kell volt, amire kótya volt, meg nem tudom, imádtam, hogy ilyen arany, arany számokat kell beállítani, mindig fel lett az öltönyt, meg így, tehát kellett lenni, be kellett menni, nem tudom hova, vagy tudom hova, hatkor, és az, és, az, és ahhoz képest én azt érzem, hogy hát én tulajdonképpen lébecolok, mert én a magam, a magam időbeosztásával, és nagyon sokat dolgozom, szóval, szerintem nincs olyan nap, hogy ne írnék, meg nincs olyan, tulajdonképpen nem mondható, hogy lazsálok, de mégis van egy, van néha egy ilyen érzésem, hogy ez az élet, ez a fajta szabadság, ami nem az, hogy ott kell lenni, és akkor, és akkor be kell csekkolni, nem tudom, egy ilyen máginás kártyával, nem tudom, az egy kicsit luxus. Képzelj, hogy ö, ö, nekem volt ö, néhány nyár az életemben, amikor hónapokon keresztül Németországban egy gyárba dolgoztam, ami ugye olyan volt, hogy be kellett menni kibaszott korán, pontosan nem késhettél, ott... Ö, tényleg vallásos pontossággal munka előtt egy mi közösen mindenkivel egy kávé, egy cigi, és aztán a gépek elé ebédszünetkor ugyanakkor ugye csengetnek, mentek kajálni. Mit Építkezéshez szükséges szigeteléseket. valamiket Van amiket, tudod, ilyen, ilyen fura izéket, amik nagyon nehezek voltak. Tök király voltam úgy. És például nekem ez egy örök maradben mert nagyon jól éreztem magam, mert nem éreztem, nyilván volt felelősségem, hogy, hogy azt a gombot jókor nyomja meg, és azt a szart jó dobozba tegyen bele. Tehát kb. ennyi. De hogyha ezt elcseszed, nyilván ez egy nagy anyagi veszteség, mert ugye egy darab ilyen, nem tudom, 24 euróba kerül, és ebből a napi 1500-at megcsinálsz. Ez sok pénz. De Mégis sokkal könnyebb számomra így lelkileg ezt a munkát végezni mint azt amit most csinálok ami többnyire szövegírás és ott hiába akkor kelek fel amikor akarok. Mostanában korán akarok de mindig kellett még később is. Akkor kezdek el dolgozni amikor akarok amikor nem forgatunk vagy nem tudom nem jön magántanítvány. Szóval hogy végül is tök nagy szabadságon Elmentek, futni főzhetek kaját de nem stresszmentet, tehát hogy nem érzem azt hogy Szolg, sőt azt érzem, hogy az, aki minden nap föl kell, és minden nap fixen bemegy, és egy garantáltan ugyanolyas feladatot kell elvégezni, amit tudja, hogy meg tud csinálni, hiszen már nem tudom hány hónapja, egy éve ezt csinálja. É, nekem meg minden nap kell az intellektuál, intellektusomból, meg a kreativitásomból egy olyan darabot meríteni, ami, ami azonnal kimegy, egy nem tudom hány ember olvassa, meg látja, és nekem azért felelősséget kell vállalni, hogy ez a tartalom hiteles, az eléggé szellemes, nyelvtanilag helyes, nem, nem, sértek semmilyen olyan morális vagy bármilyen irányelvet, amit nem szabad, szóval, szóval hogy szerintem ez nagyon stresszes. Szóval, hogy, hogy bocs, csak arra reflektálni, mondtad, hogy ahhoz képest te úgy hogy lébet szóval, de szerintem ez nagyon nehéz Na, meló. Ez egy teljesen másik életmód, szerintem ez az excelles baromság, amit mondtam, és arra utal inkább, hogy nagyon ő, sírja, vagy nem vissza sírja, hanem nagyon szeretne az ember olyan fajta munkát, ami, vége is kész. Szóval ez, hogy vége is kész, nem terjed túl a saját határán, nem mész haza, bár már elküldted azon gondolkod, hogy jó az a mondat, hanem tényleg vége, jól néz ki, hasznos, használják, tök jó, és te írhatsz egy kölcsöt, anélkül, hogy arra az Excel többet gondolnál, és tényleg ez az írói, meg színpadi, meg mindenfajta szöveggel való foglalkozás, az tényleg csinálja ezt, hogy igazán soha nincs vége meg a Mobitik, amit most lezártam, még mo most is vagyok gondolkodom, hogy lehetne majd jobb, hogy lehet, tehát volna jobb, hogy lehet majd meg. Tehát, hogy, hogy, ez a fajta a munkastruktúra, ami kicsit hír. Tehát ez a szabadsága is, meg ez a árnyoldala is ennek a dolognak. Hmm. Egyedül élsz? Igen, igen, egyedül a életben. És ez nem jelenti azt, hogy magányos vagy? Nem, nem jelenti azt, hogy magányos vagyok. Most nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy egyedül élek. Egyrészt először egy éve költöztem arra a helyre kb. ahol most élek. Itt a városban? Igen, a nyolcadik kerületben. És, 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 először élek egyedül. Szóval anyámmal laktam viszonylag hosszan, aztán lakótársakkal, 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 és most egyedül. És egyrészt szerintem egy nagyon, nekem egy nagyon, mondjam, egy ilyen feltöltő élmény az, hogy én egyedül élek, tehát hogy életben maradok most nagyon egyszerűen. Felgyűlik a, felgyűlik a mosatlan, meg nem tudom, egy csomó dolog van, ami mindenhol van, de hogy tulajdonképpen nincs az, hogy, hogy ott kell lennie valakinek, hogy az én élet temet biztosítsa. Ezt tudtam az agyammal, tehát hogy soha nem voltak ilyen lakótársaim, akik így fontoskodtak, vagy ilyesmi, de nagyon erős élmény, hogy egyedül vagy, nem kell másokkal foglalkozni. Te dönted el, hogy, hogy mikor, hogy ki mész -e inni egy fröccset azzal az emberrel, vagy nem mész ki egy fröccset inni azzal az emberrel, és nekem tényleg van egy olyan egyedül lét igényem, ami pusztán az, hogy ami semmilyen szempontból nem hasonlít a magányossághoz, hmm. hogy most egyedül kell gondolkodnom, egyedül kell átgondolni, csomó minden nem tud az ember egy másik ember jelenlétében elgondolni se. Nem tud. Talán, ha exhibicionista, vagy valamilyen fajta módon egy kicsit mindig szerepel, akkor mindig figyel a másikra, és vele mi van, még akkor is, ha a szobájában van. Mikor fog kijönni, össze fogunk -e akadni a konyhában, nem tudom. És nekem tényleg van egy ilyen, ami az egyedül levés, ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos része. Szerintem a szellemi munkának alapból, de nekem is, mint szerintem ebben azért az benne van, hogy én azért világéletemben mindenféle asszisztenciák között éltem, és most ebben a helyzetben ö, csúnya módon is egy asszisztenciának hívom, mert hogy, mert, mert hogy ő is tudom, hogy ott van egy folyamatos figyelme van rám, és hogy az ő folyamatos figyelme az nekem egy folyamatos feszültség, mert tudom, hogy neki egy figyelmet kell rám szentelni a folyamatosan, és ez egy olyan furcsa függést csinál. Most nagyon jobban vagyok anyukámmal, és egyébként nagyon szépen leépítettük szerintem azt a részét, ami ez a gyerekkori hordaléka, hogy te, hogy még mindig aggódik. Soha nem fog nem aggódni, ez már teljesen világos. A hogy... nővéred nem sínlette meg ezt a szituációt? Szerintem egy kicsit megsínlette ezt vele, soha nem beszéltem így meg. Olyan szempontból sínyelhette meg, <laughs> Jó, hogy őt viszonylag gyorsan azért mond, hogy te egyedül is eljutsz az iskolába. Tehát, hogy öt, őt, őt önállósodásra kényszerült, és egyébként az tulajdonképpen az az előnyire vált. Na, igen, nem, nem feltétlenül rossz dolog, de biztos volt egy olyan része, hogy most a fekete nemra kell inkább figyelni, mint a fekete viccára. Jó viszonyban vagytok? Igen, igen, jó, baj, egyébként nem beszélünk kifejezetten sokat, vagy úgy ritkán találkozgatunk, de, de jó viszonyban vagyunk, csak nem olyan közelibe. Tehát, hogy nem egy ilyen Ritk ritkán hívjuk fel egymást, egy csomó véletlenül találkozunk a városban, mert <laughs> hasonló körökben mozgunk. Szóval ilyen szempontból tá távoliba, de jóba. Figyú, szóljál rám, hogyha indiszkrét vagyok, jó nyugodtan, de hogy van valami olyan dolog, ami, a ami tényleg muszáj valakinek a segítségét kérned? Hogyha már itt tartunk, akkor én is ezügyben szeretnék egy kérdést föltenni, mégpedig az, hogy összességében az, hogy te mozgássérült vagy, az mit jelent? Ja. Mi, mi, mi a te állapotod? Van-e ennek valami megnevezése? Két kérdés. Előbb, arra válaszolok, Jó. És aztán erre. Lenne. Szerintem nincs, de átgondolom. Jó. A, ami a, a testi állapotomhoz kötődik, szerintem nagyjából mindent meg tudok csinálni, de mindjárt végig gondolom. Jó. Öh. Gondolkodsz, hogy nyugodtan, még beszélsz. Ja, igen. <sítható> Ó, úgy hívják, hogy cerebrális parézis, CP, vagy ICP, ez a születési oxigénhiányból adódó feszes izomzat, és ilyen a spasztikus a feszes, és remegés, tehát az, ataxia, az a taxia, meg az, hogy nekem remeg a kezem, az a végtagnak a mozgatásának a nehézsége. Tudjuk, hogy benne ez a CP. Tényleg ez egy születési cucc, szóval ez a születés közben az adjanak a, egy, egy, része nem kap elég oxigént, és az sérül. És az idegrendszerileg nekem kifejezetten a bal oldalt ö, b, b, bénítja, vagy hát ne, nehezíti a mozgást. És ez látszik is, hogy a jobb kezem sokkal jobban megy, mint a bal. Tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen dolog. Ö, ez ez egy dolog, ez világéletemben, vagy hát a fiatalkoromat abban éltem, hogy ez nekem a betegségem, vagy a bajom, ez nem egy betegségen állapotnak hívják, ez is egy ilyen húcsának is a politikája, hogy nem betegségen nem állapot Kondis condition, nem, nem vagyok beteg, de ez, ez is egy érdekes dolog, mert szav, szavakon múlik. Ö, és a... 18 éves korom, körül 17 éves koromban pedig elkezdett a bal csípőm fájni, és akkor elmentünk megnézett, meg röntgen csináltatni, és akkor pedig kiderült, hogy csípő diszpláziám is van, Amitől nem lehet pontosan felmérni, hogy az milyen, milyen viszonyban áll a születési oxigén hiányal, de az azt jelenti, hogy a, hogy a a csípő izület, aminek egy ilyen lyukba bele kell ideznie uh -huh. itt a medencénél, hogy nekem az a lyuk, most pont a, a lyuk miatt nem fogjátok hallani. Ö, jó, tehát <laughs> az a lyuk az ilyen ö, sekély, tehát hogy nem, nem tud bele, teljesen belemenni a combfej, uh -huh. hanem így fel, tulajdonképpen így fel van ö, csúszva. Felcsúszik, és emiatt ö, rossz pozícióban van a a combfej, és azért kezdett el fájni, mert az kopik. Tehát, uh -huh. hogy az úgy, az, ott egy porszkopás, meg egy idő, csontkopás van, és amikor elkezdett ez fájni, akkor elmentünk a, a ortopédiára, és ott nagyon-nagyon meglepődtek, hogy ez, ez nagyon ki kellett volna szúrniuk már nagyon régen, mert egy ilyen, ez egy csont, tehát hogy egy csont sekéség, hogy ez nem most alakult ki az utóbbi egy évben, hanem ez már gyerekkorom óta valószínűleg van. Ez az egészségügynek a, a, nem tudom, ilyen félrenézése, vagy a, a gondatlansága, hogy nem. Azt gondolták, hogy nyilván az egyikkel voltak elfoglalva, nyilván feszes az izomzatom, azért vagyok ilyen gacsos, meg csámpázok, arra nem gondolták, hogy lehet, hogy még valami más is van. Ö, és akkor ez kiderült, akkor elkezdett ez tényleg fájni, tehát fizikai fájdalom. Addig úgy élted, de egyébként az életedet, hogy nem nagyon volt fájdalom. Nem így? volt fájdalom, igen. Uh -huh. Ami egyébként nagyon érdekes, mert erre, erre, nem emlékszem. Tehát egy, <laughs> tényleg olyan, utána tíz évet éltem fájdalomban, tehát sőt, 12, tehát 17 éves koromtól 29-ig, az fájt, mert az volt, hogy meg kéne műteni, de nem igazán lehet megműteni, pont a Pont a cerebrális parézis miatt, mert annyira feszesek az izom, az izmaim, hogy félül, hogyha megműtenék, akkor is maga az izom, ami feszes, kifordítaná, kifordítaná magát, a lábamat a, a csontüregből, ha, ha a protézis lenne. Szóval, hogy volt egy ilyen padhelyzet, hogy most az egyik miatt nem lehet megoldani a másikat. Jártam egy csomó nem egy csomó, de a, a weissmann fizikai rehabilitációs központban, a fizikai rehabilitációra évekkel később, amikor hirtelen nagyon elkezdett fájni, addig meg úgy csináltam az életemet, fájdalomcsillapítót szedtem, és, és csináltam az életemet, és vártam, hogy mi lesz. Igazából ez, nem, mindenki azt mondta, hogy majd akkor beszéljünk műtétről, ha már nagyon-nagyon gáz a helyzet. Tehát, addig, amíg rá tudsz állni, meg tudsz menni, addig, addig, inkább nem, mert tényleg rizikus a műtét, majd, majd, majd akkor, amikor már nagyon szar. Amikor, amikor, nagyon szar lett, akkor fizikailag rehabilitálódtam, azért az belemondani lehet, hogy én is több végén égettem a gyártyát, minimum kettőn, szóval, hogy hogy nem, nem kíméltem magam. Tehát jöttem, mentem, csináltam. Talán még maximalistább lettem, mint előtte, és, és nem, én nem tud, tehát, hogy én nem pihentem, vagy nem pihentettem ezt, ahogy amúgy lehetne, mint szerintem nem voltam úgy baj. De hogy emiatt, igen, igen, ez volt rehabilitáció, akkor abból jobb lett. Ugye az van, hogy az izmot, ami ott, ha megerősíti az ember az izmot, akkor az izom a helyén tudja tartani valamelyest uh -huh. azt a csontot, ami egyébként egy durva izomzat, tehát hogy eredetileg egy csont tartja a helyén, most pedig az izom. Uh -huh. De hogy azon tudtam fejleszteni, és egy idő után, ez két éve volt, vagy kicsivel több mint két éve, mondta egy úgy, hogy tornáztam, hogy szerinte ö, érdemes lenne azért még megkérdezni csibőspecialistákat, specialistákat, mert lehet, hogy egy egy -egyel, uh, harciasabb uh, csibőspecialista bevállalná azt, hogy, uh, azt, hogy megműti, mert, uh, mert tényleg a, a rehabilitáció időszak alatt van az a, az a hat hónapnyi idő, ami alatt nagy baleset történhet, tehát hogy kifordulhat, üzé, vagy nem működik, vagy mégse jó, tehát nehéz, ez nagyon speciális helyzet, hogy egy ilyen feszült izomzatú ember teste hogy fog reagálni egy új csonthelyzetre. Szóval ez nem nehéz kiszámolni, tehát spekulálni lehet. Én megtaláltam a doktor Bűcs Gábort, aki a Pécsi Traumatológián is műt, és ő azt mondta, hogy hát figyelj, ha fáj, akkor most vagy 28 éves vagy, az nem jó, hogy fájdalomban él -e szóval, hogy ezt nem, nem, nem kéne. Ö, szerintem az alatt is maga az izomzatom is lazult egy kicsit, tehát ez alatt a 10 év alatt azért dolgoztunk azon, én hogy gyógytornáztam, és a gyógytorna az azért a napi része az életemnek, de hogy maga az izom és a gyógytornászom is, aki aki mondta, hogy szerintem most már tartott az izomzatom, hogy nem kellett annyira tartani, mint ahogy a más orvosok ettől tartottak. Mm. Szóval ez igazából szerintem mióta a műtétem van, és rádöbbentem, hogy jaj, hogy én élhetek fájdalommentesen, és élhetek mm. sokkal egyenesebb lábbal, és hogy nem is, az, nem is a CP volt az alapvető probléma, ami miatt én ezt meg ezt nem tudtam megcsinálni, egy csontozati dolog, ami, ha ezt tudjuk, akkor egészen más torna rendszerben éltem volna. Kiskoromban, tehát hogy ez a félrekezelés ügy, nem, nem, teljesen félrekezelés, de, de mellékezelés. Szóval az egész egészségügyről, az egészségügyi etikáról, meg filozófiáról megvan a véleményem, hogy bele van írva a véleményem a testembe tulajdonképpen, de, de szóval Szóval jelen pillanatban itt tartunk, és ez egy elég jó állapot most. Inkább az inkább a idegrendszeremre, vagy a, vagy a pszichés összetételemre alkotott hatása ennek az egész történetnek az, ami szerintem most majd még feldolgozást kíván. Tehát akkor azt mondod, voltak éppen, hogy most a műtét után teljes életet tudsz teljes mértékben élni? Igen, igen. De ez érdekes, hogy előtte sem mondtam volna mást. Tehát, hogy ezen, én azért mindig a te kérdésedre nem válaszoltam, úgyhogy válaszolok. Mindig elértem azt, meg hogy mondjam, a család is elérte, hogy ön, önellátó vagyok, tehát hogy mindent meg tudok csinálni egyedül, amit meg szeretnék, és egyébként segítségkérésben, bár kérek segítséget, ha kell, tehát ilyen töltésben, meg, meg tehát hát elhozni a, neki be, vagy nem tudom, tehát hogy ilyenekbe, amik balanszot kívánnak, ott mindig kérek segítséget. De ott is van az, ez is egy jó nehéz dolog, hogy ott is az ember kísérletezik, vagy néha, tehát hogy megiszom ezt a fröccsöt, lehet, hogy a következőt azt megpróbálom már kézzel. Aha. Szóval ebben is én mindig ilyen fej... próbáltam magamat fejleszteni, de hát régen tényleg az volt, hogy ő kevésbé voltam teherbíró, tehát a fájdalomtól egyszerűen kevésbé bírtam, amivel természetesen nem sokat foglalkoztam, tehát ezért általában túlhúztam, tehát általában több mindent csináltam, mint amennyit bírok. És akkor az is kiderül, hogy az embernek van egy ilyen fura puffer szónája, hogy azt hiszi, hogy ezt már nem bírja, és mégis bírja. Mm. Szóval, hogy, hogy én, 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 azért önellátóan és teljesen öntörvénykezően ö, viselkedne meg éltem. Ez tényleg az, hogy, hogy most, az, most van egy nagy növekedés az élet színvonalomban, pusztán az egészségügyi nem tudom, állapotomban. Az egy az megdöbbentő dolog, sokkal könnyebben megy minden, de én a magam nehézségeivel ezért mindig próbáltam mindent egyedül csinálni. Hogyha tehát nem nehéz definiálni azt, de tegnap beszéltünk erről, egyébként a Lászlóval, akkor eszembe jutott, és Képtem voltam elmondani, most megpróbálom, valószínűleg most is képtelen leszek, de megpróbálom, hogy ha te kockáztatod valamivel az a saját testépségedet, hogy 49-szer és legurúsz a lépcsőn és fejre az alján, akkor te neked azért kéne ezt befejezned, mert mondjuk az anyukád félt téged attól, hogy bajod lesz, de akkor viszont igazából nyilván ő azért fél téged, mert szeret, de de te, tehát hogy akkor ne, neked, az ő félelmét kéne megszüntetni. Tehát akkor végül is most nem csak az arról van szó, hogy azért kell me megszüntetni, hogy ő szeret, hanem, hanem hogy az ő félelme az egy, most, most nem azért mondom, hogy csak egy bárki más anyukája is lehet, de hogy akkor az végül is egy valamelyest egy önző dolog, és akkor a szeretet mert akkor most ez milyen dolog? Az egy önző dolog? Vagy, vagy, te hogy tudná ezt ő, vagy bárki úgy csinálni, hogy ne róla szóljon, hát, hanem tényleg csak a szeretet adásáról szóljon. Ez olyan nehéz szerintem. Iszonyú nehéz. <laughs> Iszonyú nehéz. On onnantól elkezdve szerintem, ami egy misztikus dolog, hogy ami pont ez, hogy mondjuk az én, vagy egy ilyen születés tekintetében, hogy most ki, ki miatt születem én így és hogy senki miatt, vagy ez nincs, ez megakadtam a szülőcsatornában, én akadtam meg, de a szülőcsatorna akasztott meg, vagy nem. Te, az pedig az anyukádé. Az pedig az anyukámé, de ott voltak az orvosok, akik, <síthat> tehát hogy, hogy, hogy szerintem nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen, misztikus, vagy nem is misztikus, hanem olyan nem tudatosuló dolog van, ahogy, hogy most már a legkevesebb, amit tehetek, hogy legalább a gyermekem mostani épségét megóvom, ha már így jött a világra, és az már megint egy kompenzáció, vagy már megint egy, egy ilyen fajta rejtett bűntudat ott csellenk. Tehát valaki valami miatt rosszul érzi magát, valaki valami miatt hibás, és hogy, hogy de ezek nincsenek teljesen kimondva, nincsenek teljesen feldolgozva, soha, általában ezek nem is igazak, vagy nem, is, nem, nem az a lényeg, hogy ki a hibás, hanem hogy éppen kiérzi magát felelősnek egy, egy olyan dologért, ahol igazából a felelősség nem mondható, hogy te vagy, te vagy, te. Felülemelkedni ezeken a dolgokon gondolnám én nagyon komoly lelki erős, vagy valamilyen belső erő Te érzed magadban ilyesfélét? Vagy büszkeséget, hogy egyáltalán ezen túl jutottál? É, igen, érzek. Egyébként mostanában érzek. Kicsit az is, hogy a szüleimben is látom, hogy büszkék, és az, és az jó érzés. Ö, és egyébként tényleg van egy ilyen, ezen az ember úgy nem sokat gondolkodik, de hogy mondjuk egyébként a munkámban, vagy a, ahogy így élek, érzek magamban egy olyan ütőképességet, most ezt mondom, ilyen, ilyen átütő erőt, vagy nem tudom, hogy így úgy tudom csinálni ezeket a dolgokat, meg, meg tud lenni a véleményem, meg fel tudom mérni azt, hogy ö, éppen, éppen ki, ki ö, baszik ki kivel, vagy ki gátol kit, vagy éppen én hogy gátolom magamat. Tehát, hogy egy olyan tulajdonképpen erre a képességemre, hogy ilyenfajta analízis alá vegyem magamat, és hogy addig-addig bogarászok valamit, amíg ki nem terül. De azért, hogy aztán megoldódjon, arra büszke vagyok, és arra, hogy kollektíven vagyok büszke, a szüleimre is büszke vagyok, hogy ezt, a, ezt ö, adták nekem, mert ezt szerintem tőlük kaptam, de magamra is büszke vagyok. Nagyon kevés, gondolom én, nagyon kevés olyan ember van, aki ilyesféle ö, születési rendelensége jön a világra, és utána DJ-skedik. Az én mint említett, az, hogy elmélt DJ-ként föllépsz. Tehát olyan éjszakai társadalmi életet élsz, ami szerintem nem ismerem, de én láthatatlanban azt gondolom, hogy ez az kuriózum. Az, az éjszakai élet, az szerintem az is alapvetően valamiféle lázadásként, lázadásként indult, vagy így volt jelen, szerintem most már nem lázadás. De igen, tehát, hogy az, hogy én megyek, csinálom egyedül este, ha akarom, iszom magam, ha akarom, nem iszom le magam. Most már ez is szerintem sokkal jobb, mert szerintem régebben sokkal kényszeresebben ittam le magamat, amint tényleg, hogy volt egy ilyen volt egy ilyen menekülésem talán a józanság előtt, meg volt egy nagy adag fájdalomcsillapító hatása is abban a pillanatban, másnap nem. Szóval, hogy... Hello, hogy, én vagyok az unikó. Igen, igen. De, 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 igen, tehát hogy az tök jó, hogy az teljesen ez az, éjszakai életben való részvétel. Szeret, mert ahogy az szeretem is, szeretem az éjszakát egyébként, ezt el lehet mondani, nem is csak a, nem is csak ugye a buli része, hanem ez a, lemegyünk, éjjel van, tízig próbáltuk, és ott iszunk egy sört, és megbeszéljük, és aztán vagy iszunk tíz sört, és megbeszéljük. Szóval, hogy, hogy nekem az éjszaka az egy fontos, fontos része az életemnek, tehát, hogy... És a zene? A zene hogy jött? A zene nagyon-nagyon fontos. A zene talán... Én azt gondolom, hogy ez még, még talán fontosabb, mint az irodalom, mert irodalommal foglalkozom az a zene, az nagyon az édesapámtól kaptam mindenfajta zenei ö, behatást, nagyon sok CD-nk volt, és ellenőrzően vettünk CD-ket. olvastam, hogy zappát adott a kezembe. adott Én a apukám is zappás. Ez, ez, egy áldás, amikor az apát zappás. Ez nagyon, igen. Ez az igen. egy, az ez az egy az nagy tanítás. Az, az nagy tanítás, <laughs> igen. És egy hatalmas, hogy zappa, az egy hatalmas. Szerintem a zenékben van valami, ö, hogy mondjam, egy ilyen rejtett kulcs, hogy most túlzok, de figyelj fiam, az élet kurva nehéz, lesz, egyre nehezebb, nem lesz könnyebb, de vannak ilyen, ilyen dolgok, amiket ha beraksz, akkor, akkor, segít. És hogy ki mit ad arra, hogy hogy kezeled azt, hogy valami nagyon nehéz. A bacabba is, de nekem a motorhead is, az acdc is, de az Ornett komment is, meg a John yeah. is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon széles körű széleskörű dolgot kaptam, amit aztán vittem tovább, és nekem a zene, hallgatás, zene, gyűjtés, zenével való foglalkozás, az mindig, azt tényleg azt érzem, hogy az egy ilyen, a ilyen mentő övem, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy, a zene az, ami, ahova olyan energiák tudnak menni, olyan, olyan dolgokat tud, tud feldolgozni az agyam zenehallgatással, ami, ami tényleg misztikus, és mm -hmm. szerintem, és tényleg néha ez a ré... Volt egy a -e rémálmom, hogy nincs több zene a világon. <laughs> hogy nincs több zene, és megyek, és kérdezgetem az embereket, és nem is tudják, mi az. Jézusom. Szóval jár, álmodtam, álmodtam olyan rémálmokat, Ú, hogy Isten. Le, ki van nyilva a lábam, meg kilóg ki a belem, meg nem tudom, de szerintem ez azoknál sokkal rosszabb. <laughs> okay. Ez iszonyú ez rémületes volt. Szex volt? Szex. Igen, abban az, hogy a, a zene a, a, nem, meg, teljesen, ez, ez meg, nem a a sex volt, de szex még volt. nem kérdeztem meg, hogy oh. teljesen, ezt, ezt elfelejtettem megkérdezni. Nem leakadtam a zenét. Szerintem a szex volt, de zene nem volt. ez egy, ez, erre most nem fogok válaszolni, hogy inkább zene legyen, -e sex. nem a szex. zene, zene legyen, inkább zene legyen. Az zene fontos. Igen. És aztán ez a DJ-skedés, tehát tulajdonképpen ezért az nagyon jó, hogy ez is az, hogy így egyszer csak így akartam, hogy így nem rakhatnék ebbe a zenéket, de persze akkor vettünk egy ilyen DJ pultot, és hogy ez is ilyen tök normálisan egy színezi előadás után így elindult, és így aztán jó volt, és akkor ha néha hívnak, szóval a tulajdonképpen ezek annyira jó dolgok, és én sok ilyen szemben szóval sok lábban állok, vagy azt érzem, hogy nagyon Ez Pénzkereseti sok... forma is? Kicsit, kicsit igen. Tehát, hogy ezek is szokták ezt És figyelmet. a trafóban volt ez tegnap? Ez aurórában hát, az Aurórában. Ez az Aurórában. Milyen céljaid vannak neked még az életben? Úgy <laughs> értettem, hogy cégeid. Én is úgy <laughs> <Ugyan>, értettem. <laughs> milyen cégeid vannak még az életben? <laughs> Hát szerintem a filmkészítés, az még egy következő lépcsőfok, az most szerintem iszonyatosan ne nehéz. A játékfilm nehéz. vagy dokumentum? Játék, játékfilm. De hogy pontosan hogy, szerintem nem úgy, ahogy a -a azt látom, hogy nagyon nehéz most pénzt kapni bármire, úgyhogy ezt majd még nem tudom miképpen, de igen, játékfilm, szóval valami... A filmezés úgy magában az nagyon vonz. És az is úgy jelentem, hogy ilyen önéletrajzi, hihetésű. Azt még nem tudom. Nem, vet nem, az még egy csomó minden gomolyog a fejemben. De az még egy olyan dolog, amire nem... Ami az ember, na, oda kell még egy adag plusz lelki erő, mert, mert ott kell nagyon-nagyon... A színhez ilyen szempontból egyszerű, mert nem annyira kevesebb ember baszogatja az embert, és kevesebb kevesebb pénz is fogok kockán. Hmm. Ez szerintem az ez, ez hatalmas pénztényező a filmben, az viszonyú nagy súly. Meg az időre kivetítve is hosszabb tud lenni. Ugye? Igen, igen, igen. Tehát, hogy az egész felkészülés. De, hogy igen, az még biztos. Én most egy regényen dolgozom, vagy egy prózán, amit még nem írtam korábban. Én verseket írtam mindig. És ez a prózaírás is egyre regényírás is egyre jobban izgat, ö, ami régen távol állt tőlem, mert a, vers, a versben az jön, hogy megírod, és na, aztán úgy foglalkozom még vele, de úgy kijön. Uh -huh. ez nekem sokkal volt, kijön, és kint van. És a regény most azért tapasztalom, hogy az, 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 nem úgy van, hogy te így azt hiszed, hogy így elkezded, és akkor befejezed, hanem hogy a regény azt mondja, hogy nem, hát ez még, ez még, ez még közel sincs kész. Őszrajta, akkor ülsz rajta, és akkor eljössz, hogy ú, még, még legalább ennyit kell hozzáírni, ú, tehát hogy ez a végtelen, és bennem is van egy végtelen dolgozhatnék, de hogy ez most izgat is, mint napi munka is, tehát leülni a regényel foglalkozni, meg mint ö, gondolati, tehát egy valami nagy-nagy gondolatot ö, össze, összerakni. Szóval ezek... ezek a, ilyen szakmai célok, hát majd gondolok már néha ö, majd a családi életemre is, hogy milyen lesz a családi életem, hogy lesz, mikor lesz ettől. Szerintem, úgy, nagyon vágyom is rá, nagyon félek is tőlem. Most ez tulajdonképpen pozitívan, hogy mindenki egy kicsit, hogy hogy fogok én majd gyereket nevelni, vagy. Egy csomó, egy csomó olyan dolog, amit... Szerintem jól, nagy bölcsességgel. Ennek örülök. De, de, de meg nagyon-nagyon vágyom, vágyom is rá. Szóval, hogy... De én is ezt érzem, hogy tökre vágyom rá, de kurvára félek is tőle. Meg egy csomó, egy csomó dolog, amit tényleg az ember a fejében, vagy az írásaiban, vagy a naplóiban, vagy a beszélgetéseiben elveri a port a maga szülein, hirtelen, az van, hát ez így kellett volna, hát ezt úgy kellett volna, nem ez, állt, nem lehet nem szabad. És jön, hogy én jövök, most én jövök, most én javok, és hogy az, az egy csomó dolgot, és hogy hogy legyen, hogy ne, ne az legyen, hogy az ellentétét akarom csinálni, csak nem is akarom csinálni az ellentétét. Tehát, hogy valami, hogy tud az ember saját, saját világot csinálni a családjának, és hogy tud a, a traumákat, amiket hordoz úgy továbbadni, hogy lehetőleg valami kulcsot is adjon vele. Uh -huh. hogy ja. Szerintem nem tudja, szerintem traumákat nem lehet nem továbbadni, talán azt is tovább adni, hogy majd ez a kulcs, vagy valami fajta dolog, amit majd neked kell elvégezned, édesfiam, azt majd talán még azt is tudtam hozzáadni. Szerintem a Frank ez egy ilyen kulcs, <laughs> amúgy. Szóval, hogy ez abszolút az, hogy hogy fogod a, hogy fogod a nehézségeket kezelni. Szóval nehézségek és nehézségekre való gyógyírek, hogy ez viszonylag jó, jó arányban legyen egymás. Akkor lenne egy ilyen, nem tudom, kezdő, mit tudom én, starter, apa, izé, pak, akkor van benne, mit tudom én, cumisű izé, egy szappa bak Egy Azon van, azon az alján. Abszolút Hogy nagyon-nagyon sok olyan ember létezik, aki... Nem születik olyasféle hátrányjal, mint a tied, és mégsem él ennyire teljes, kiegyensúlyozott, és mondhatom legalábbis így láthatatlanban, vagy legalább amit megtudtunk most ez alatt a rövid idő alatt az életedről, hogy olyan jó életet él. Én szeretek így visszanyúlni az, az életemhez, vagy nem tudom, ami egy ilyen érdekes, szintén egy érdekes dolog, hogy az én az én hátrányom az egy, az egy, látható hátrány. Ilyen szempontból mindenfajta módon, ő, hogy mondjam, megosztásra kényszerül, vagy tematizálásra adokot. Mindenki látja, és az egy, és az, amilyen nehéz vele lenni, vagy amilyen nehéz az önképébe beilleszteni az embernek, egy csomó szempontból nem olyan nehéz róla beszélni, mint egy csomó olyan hátrányról, vagy csomó olyan nehézségről, aminek nincs ilyenfajta vizuális komponense. Ezt igazából azért mondom, hogy egy csomó ember, csomó ember nem születik ilyen hátrányjal, mint én, egy csomó ember csomóféle hátrányjal születik folyamatosan. És hogy én ezt tulajdonképpen mindig az van, hogy ez, fontos beszélni, fontos hogy mindenki látja, te én egyfajta, tényleg, ez túlzás, hogy de néha allegóriájának látom azt, ahogy én a saját konkrét helyzetemről beszélek, arra, hogy minden, nagyon sok embernek van nagyon sok, sokkal láthatatlanabb és sokkal mélyebben fekvő ö, hátránya problémája, és hogy, és hogy ö, talán ahogy mi tudunk erről beszélni, az abban a derült, hogy ők is tudjanak róla beszélni. Már itt ott érintettük a mai este alatt, hogy, hogy konfrontálódni kell bizonyos dolgokkal, és beszélni velük ahelyett, hogy, hogy megóvjuk magunkat és másokat ezektől, ezektől a, a, dolgoktól. Szóval, hogy szerintem ez, ez tök jó, hogy ezt ilyen mondod, de, de én ez alatt a beszélgetés alatt, tehát most egy olyan, olyan szimpátiát is érzek, amit ugyan eddig is éreztem, de nem, nem ilyen formában, mert ugye én, én megismertelek téged a, 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 dolgokból, amiket láttam, meg amiket olvastam, meg az interjúid, egy párat elolvastam, és, és mindegyik tök szimpatikus volt, de azokból nekem még nem derült ki az a egyrészt az a szakmai alázat és perspektíva, amiből szemléled az egészet, és szerintem ez a hozzáállás, ez lehet, hogy egy ilyen személyiségvonás is egyben, vagy nem tudom, mert én úgy érzem, hogy ezt nem csak szakmai téren ö, gyakorlod ezt a hozzáállás csomagot hanem, hanem ilyen saját életedre is, és, és, szerintem ez egy, ez egy elég különleges erény. Vagy nem is tudom, hogy erénynek lehetem mondani. Minden esetre szerintem ez egy olyan dolog, egy olyan hozzáállásfajta, amit, amit érdemes lenne a legtöbb embernek gyakorolni. Hogy, hogy, magukkal szemben és a szeretteikkel szemben. Szóval minden olyan emberrel kapcsolatban, ahol, aki fele valamilyen elfogódásod van, eh, a, a, amiben az ego, meg a hiúság, meg a, a féltés, meg az önzés, meg a, ezek, ezek mind ilyen alapvető emberi dolgok szerintem, de hogy egy csomószor a hétköznapjainkban ezeket el tagadjuk, próbáljuk eltakarni, pedig mindenki tudja, hogy, hogy ezt a te is érzed, meg te is, de te is, meg te is, meg én is ezeket takargatjuk. És akkor van egy ilyen, egy ilyen néma konszenzus kurva sok ember között, hogy mindenki tudja, hogy mindenki titkolja, és mégis senki nem, és azt is tudjuk, hogy jobb lenne, hogyha ha egyszer, mindenki, hármat számolok gyerekek, és mindenki egy, engedje a gatyáját, és akkor meglátjuk, hogy mi van. Mindenki tudja, hogy jobb lenne akkor, és nem lenne ez a stressz, de egyszerűen képtelenek vagyunk megcsinálni. És nekem az volt az érzésem, tehát azért volt ez egy hatalmas reveláció nekem, ez tényleg végig, <laughs> amit beszélgettünk, mert én ezt éreztem veled kapcsolatban, hogy, hogy vannak problémáid, vannak démaid, de hogy vagy olyan, nem is tudom, majdnem, hogy közönségesen beszéltél, nem a pejoratív értelemben, hanem hogy egy ilyen, ilyen teljesen tárgyilagos módon, hogy persze, hogy vannak, hát hát neked nincs, tehát, hogy vannak, de azt, amikor azt mondja, hogy nincsenek, vannak. De, hogy ezekről beszélni kéne, igen. És szerintem, hogy, hogyha én ezt a beszélgetést kívülről meghallgatnám, nekem ez lenne a legnagyobb tanulság benne, hogy, hogy figyelj, ezek otthon mindenkinek, és így és, rajtad múlik, hogy mit kezdesz velük, ez tök durva. Nekem iszonyatos megtiszteltetés volt ez a beszélgetés, és, és nagyon köszönöm neked. Én reméljük, hogy jó szórakozatok. Igen. Sziasztok. Sziasztok. Hello. Sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük, Köszönjük szépen. Tényleg, én, ezt, amit most elmondtam, full szintén mondtam, és Jó. Jó. nekem Jó. nagyon, nagyon olyan, olyan pozitív élmény volt. Köszönöm szépen. Tényleg.